A napirendi pontok megtárgyalása előtt kitüntetések átadására került sor. Elsőként dr. Barta Júliát köszöntötte Szepesi Tibor polgármester, a képviselőtestület valamennyi tagja is az önkormányzat nevében. Ezt követően Örlős Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós köszöntése történt, aki a Jászlanykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság, karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya, nyomozó alosztályának nyomozója, aki az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a belügyminisztériumban 2023. március 13-án megrendezett központi ünnepségen a rendőrség állományában három évtizeden keresztül végzett magas szintű tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetését vehette át Pintér Sándor belügyminisztertől. Úgy szintén köszöntésre került sor Jenei József rendőr alezredes személyében, aki a karcagi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője, aki 2023. február 27-én az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottság 30 éves fennállásának alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen ezüst emlékérem tárgyjutalmat vehetett át a közlekedés biztonság javítása és a baleset megelőzés területén nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként. A karcagvárosi önkormányzat köszöntötte Kolostyák Ibolyát, a karcagi rendőrkapitányság rendvédelmi igazgatási alkalmazottját, akit nemzeti ünnepségünk március 15-e alkalmából az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője elismerésben részesített. Szepesi Tibor polgármester köszöntötte továbbá Nagy Erikát, a karcagi Kátai Gábor Kórház anesteziológiai részlegének munkatársát, aki a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vármegyeháza dísztermében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jászlanykun-Szolnok vármegyei területi szervezete ünnepségén a vármegye ápolója díjat vehetett át a betegellátásban nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként. Köszöntötte továbbá Kátainé Nyakó Editet, a karcagi Kátai Gábor Kórház gyógytornászát, aki szintén a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vármegyeháza dísztermében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jászlanykun-Szolnok vármegyei területi szervezete ünnepségén a Magyar Ápolási Egyesület elismerő dísz oklevelét és ezüst kitűzőjét vehette át. Ezt követően köszöntötte Szopkóné Barta Évát, aki a 2023. március 10-én Szolnokon megrendezett II. Kárpát-medencei gazdaasszony találkozón a 2022-es év gazdaasszonya elismerésben részesült, valamint Magdáné Szabó Annát, aki szintén a 2023. március 10-én Szolnokon megrendezett II. Kárpát-medencei gazdaasszony találkozón ugyancsak a 2022-es év gazdaasszonya elismerésben részesült. 2023. február 17-én került megrendezésre a mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók országos szövetsége által szervezett Legyél te is agrárgépész országos és junior bajnokság csapatverseny döntőjére, melynek helyszínét a Gödöllői Szent István Egyetem biztosította. Az országos döntőbe a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium 3 csapata is bejutott. A 2022-23-as év Legyél te is agrárgépész országos bajnokságának győztese a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium Keménymag csapata lett. Második helyen végzett a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium Traktorászok csapata. Végül a verseny hatodik helyezettje a Váltó Recsegtetők csapata lett. A csapatok felkészítő pedagógusai Simon Gyula, Balog István és Futó Lajos szakoktatók. Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat nevében minden díjazottnak szívből gratulált és további sok sikert kívánt. A kitüntetések átadása után Rózsa Sándor jegyző a két testület ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást, majd kezdetét vette a napirendi pontok megtárgyalása. Karcagváros fejlődéséhez elengedhetetlen a települési támogatás
utazások rendszeréről szóló rendelettervezetre tett javaslat, mely első napirendi pontként szerepelt, és a tavaszi szezon beköszöntével, illetve immár hivatalosan is a nyári időszámításba lépve, hasonlóképpen fontos a kül- és belterületi útjavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról szóló tájékoztató, valamint megtárgyalása, és a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról szóló tájékoztató elfogadása, amely azt mutatja, hogy a munkálatok az első adandó alkalommal megkezdődhetnek. Ezt követően a Karcagi Tankerületi Központ intézményszervezési javaslatának véleményezésére tett javaslat került megtárgyalásra, majd különböző a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására, valamint versenyeztetés útján történő értékesítésére tett javaslat megtárgyalása és elfogadására került sor. Ezek után két KTS határozat módosítására is sor került. Az egyik a Viacom kulturális kereskedelmi és szolgáltató KFT-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról szólt. Az utóbbi a Karcag külterület 02065/3-as helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. A Karcagvárosi Önkormányzat minden adódó alkalommal részt vesz támogató programokon, kihívásokon, amelyek a közösségi fejlődést elősegítik. Nem történt ez másképp ez alkalommal sem. A Millió lépés az iskoládért kihíváson való részvételre tett javaslat elfogadásával sem. A testület egyhangulag elfogadta a kihíváson való részvételt. Ezt követően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentések megtárgyalása és elfogadására került sor, majd ezeket követően a 15-től 19. napirendi pontok zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra. A napirendi pontok mindegyike egyhangulag került elfogadásra.